nem is igen szokott napló vendégére ilyen sok kollégó is engedik a jönni. Jó szerével az egész szerkesztőség itt van. Most ez mutatja, hogy milyen népszerűek a kérdés. Nem tudom, hogy csalnapot töltik. Mutatja, hogy népszerűek a kérdés a házban, és a sebbet szemben az országban is. Most egy lemező a működésetek egy állomásának szerkesztettek, ez az apropója, hogy most itt vagytok. És innentől közvénytőnök átosodom a szóvelő a nyomozó belőle. Hát az azért először az első nagy kiderül. Azgalmasan kezdődött az év a kancsakra számára, rögtön azzal, hogy 20 esztem, csak nem 20 esztem, de utána új gitárosra lett a zenekarnak, például a Sibik és Gábor személyében. És Sibik, hogy zajlik a beéleszkedés? Hát, nagyon jó. Igazából körülbelül egy ilyen 9-11 éve már jó viszont ápolunk, tehát szeretnével nem azt a hosszakát égő, hogy a zenekar, hogy ismerjük meg egymás szokásait, hanem igazából már túl vagyok azokon a 10 perceken, hogy nem is tudom, kinek milyen azok ilyen, meg a pólója két nap után, tehát szerencsére ilyenekbe már nem kell energiát fordítani. Egyébként meg tényleg nagyon jó hangulat, én valamiknak ahhoz hasonlítottam, hogy mint egy ilyen kinyit zenekar, amikor így az első napokat lepengeti és sikerélménye van, körülbelül így tudnám most körülírni azt, ami a tanácsatába folyik. Végül sikerült a két akkord. Igazság szerint, hogyha tudom, hogy nem engem kérdeztél, de ő szívesen. Annyival javítanám, hogy nem is kellett beérezkedni, tehát itt ez az egész szituáció, de itt nem csak a macskát vettük, tehát alapjában véve baráti viszony az egész sztori, tehát ilyen ismerkedési estek, meg az első próbák, meg az első bemutatkozás, hogy a család találkozik egymással, ezen már 8-10 évvel ezelőtt túl vagyunk, tehát semmilyen szinten nem a beérezkedéssel volt itt a kérdés, hanem az, hogy zenéljünk már egyet, mielőtt egymást elindulva csapunk, mert a haveri viszony az meg volt, és mi soha nem játszottunk igazából egymással, tehát inkább ez volt az első momentum a Sibi fél találkozás után, hogy azt tudjuk, hogy milyen ember, meg azt, hogy jóba vagyunk, meg hogy fogunk tudni együtt dolgozni, csak amit Laci mondta, hogy felhívja a telefonos, hogy mindent tudunk róla, csak azt nem tudjuk, hogy hogy gitározol, gyere már. Csak hogy együtt tudunk dolgozni. Nyilván az Azirában eltöltött 13 éve, az egyértelművé tette mindenki, ugye mi számunkra is, hogy egy tudatosról beszélünk. Ha megint lenne, akkor nyilván a haverságunkról is elég tud volna jönni, mert az ember sörözgetni tud a bármilyen cimborájával. Nyilván pontos volt az, hogy milyen zenészet, aki csatlakozik hozzánk hangszeres játékos értelmében, de ezt pontosan tudtuk, hiszen azért az elmúlt 13 évben az már előző évet az azokon halló gitárját még egyértelműen mindenki számára, sőt, Csinyák volt korábban egy zenekar, egy mafia nevű kimondottan rockzenét játszó, kemény rockzenét játszó zenekar, ami meg még inkább egyértelművé tette azt, hogy mi gitáros biztosan lehet rá számítani. Az más kérdés, hogy mivel ez egy másik zenekar, adott esetben más típusú zenével, ezért mindenképpen fontos volt, mert itt telefonon mondogattuk, hogy de jó lesz, mert csinálunk, hogy együtt fogunk zenélni, klassz, nagyon jó. De most mondtam Sibinak, hogy figyelme, azért pár akkordot mégis játszunk már együtt, mert így szánkra tézni bárki tud, de úgy nézzük, akkor tényleg megye a dolog. És hát most ott tart ez a fogja működni ebben a folyamat a történet, ugye hétfőn kért az első közös dalunk, és jövő héten pedig túlnyire indulunk, úgyhogy ez nagyjából azt a kérdést meg is válaszolja,